Sziasztok! Folytatjuk a sportfogadás.org a podcast rovatunkat, és most egy kicsit váltunk sportágat, mert hogy most nem a focival fogunk foglalkozni, mint az elmúlt hetekben, hanem a Giro d'Italia alkalmával bicikliről fogunk beszélgetni Bencével. És van egy apropója is ennek a Giro d'Italiának, mivel a biciklizés történetében ez az első olyan Grand Tour, ahol két magyar is indulni fog a versenyen. Mit szólsz ehhez, Bence? Sziasztok! Szerintem ez nagyon jó hír, mert mindkettőjüknek reális esélye van arra, hogy mondjuk egy jobb eredményt elérjen. Én azt látom, hogy Walter Attilának óriási mázlia volt azzal, hogy az FDJ-nél ugye Pinot nem indul, és így kvázi az történhet, hogy szakaszt is nyerhet, vagy ha úgy van, akkor rámehet az összetetre is. Én inkább azt mondom, hogy a szakaszgyőzelem az a reálisabb nála, hogy úgy mondjam, mert a csapatból az egyik sportigazgatója azt mondta, hogy szeretnének ilyen agresszívabb versenyzéstől, támadják azokat, hát akkor mennek, hát ugye megpörgetik a versenyeket, és erre a versenyzők ugye alkalmasak. És Attilától én egy ilyen nehéz versenyen azért még nem várnám azt, hogy top 20-ba végez, mert tényleg hát ez az idei Giro, ez nagyon hát kőkemény lesz konkrétan, főleg az utolsó hét. Dina Marcia másik indulónk, én tőle leginkább annyit várnék, hogy egy-egy szakaszon egy szökés, vagy egy esetleg top 10, hogyha úgy van egy hegyesebb szakaszon, mert neki az talán feküdhet. Ezen kívül nem tudom, hogy nála így pontosan mit is kéne még várni, mert azért egy összetettbeni jó helyezés az szerintem esélytelen. De hát, hogyha rám cáfol, nem tudom erről mit gondolsz. Igazából szerinted miért jó az, hogy Pinot nem indul itt a versenyen? Mert hallgattam egy podcastot a Walterrel, és ő azt mondta, hogy még egyenlően nem tudja eldönteni, hogy így, hogy vezető nélkül szerepelnek, hogy ez jó híre vagy rossz hír neki. Hát nála inkább azt érzem, hogy egyszerűen nincs meg egészségügyileg, tehát valahogy se fejben, se testben nincs ott már, és nem hiszem, hogy ő egyszer is föl tudna úgy készülni már egy Grand Tourra, hogy tényleg legyen esélye a győzelemre, és ezért inkább úgy döntöttek, hogy megvan az esélye például Reichenbachnak is egy jobb szereplésre a csapaton belül például, vagy például ugye Walter Attilának is, és akkor inkább erre koncentrálnak, mint az, hogy most egy újabb GT eltelik úgy, hogy egyszerűen nem tudnak jobb eredményt elérni, mert hát ugye le vannak korlátozva. Akkor térjünk is át az összetett esélyesekre, mivel valószínűleg a két magyar srác azért itt ilyen téren nem fog labdába rúgni, de kik azok, akik szerinted versenyben lesznek itt a trikókért? Hát inkább megfordítanám, hogy kik azok, akik nem, mert ugye az irodák szerint a két legnagyobb favorit az ugye Evenepoel és Bernal. Hát szerintem ők nem valószínű, hogy az első tízbe is benne lesznek, tehát már itt kezdődik a probléma. Ugye Evenepoel kapcsán nagyon sok gond volt az elmúlt hónapok során, mert fölmerült az, hogy elszúrták a felkészülését, hát illetve a rehabilitációját, ezért ugye újra kellett kezdeni. Ő aztán azt mondta a sajtónak, hogy hát ez a Giro, ez egy ilyen felkészülés lesz számára, következő hónapokra, és ezért inkább beáll majd segítőnek Almeida mellé. Vagy Evenepoellal nem kell számolni, tehát vagy az van, hogy tényleg ennyire jegelték őt és altattak mindenkit, de nem hiszem, mert ugye Jakobsen kapcsán is elmondták azt, hogy ugye nem megy, neki most tér vissza meg minden, és ő se volt formában, tehát szerintem a belga sem lesz. Bernal kapcsán én pont ma olvastam egy interjút Santiago Botero-val, ő azt mondta, hogy Olaszországban az a hír terjedt, hogy Bernal nem fog menni a Giro-ra, majd a végén az Ineos ezt megváltoztatta, és elindítják őt. Na már most az edzőtáborban Botero szerint olyan számokat produkált Bernal, hát ami tényleg elképesztő volt. Csak ugye az a gond, hogy ő neki a hátával nincs minden rendben. És erre fejben így rástresszel, és egyszerűen hiába van meg az akarata a folytatáshoz, a stressz az így eluralkodik rajta. És akkor ez így fájdalomban is megmutatkozik, meg minden, és nem tud maximálisan koncentrálni. És Botero is azt mondta, hogy tényleg annyira nehéz lesz ez a Giro, hogy Bernának fejben annyira erősnek kéne lennie végig, hogy nem biztos, hogy képes rá. És hogyha nem képes rá, akkor is az Ineosnál még ott van mondjuk Sivakov. Szóval én azt mondom, hogy ő rájuk kettőjükre nem érdemes rakni. És akkor most jöjjön az, hogy kikre érdemes inkább.
Én a felkészülésnél megfigyeltem azt, hogy Simon Yates mindig nagyon készül a Giro-ra, stb., és valahogy mindig elszúrják a Giro-t nála. Valami mindig közbejön, pedig ugye már nyert Vuelta-t 3 éve, de a Giro-nál mindig volt valami. Ugye 18-ban volt az a Froome-féle támadás, hát hogy ő megrogyott és elvesztette a rózsaszint. Tavaly ugye vírusos volt, és idén Matthew White, a sportigazgatója, teljesen megfordította az ő felkészülését. Az utolsó versenyre hegyezték ki nála szinte a csúcsformát. Bejárták Olaszországot, voltak Torinóban, fölmértek egy csomó szakaszt. Matthew White hónapokig nézte azt, hogy ki az, aki, melyik az a csapattárs, aki jól illeszthető Yates mellé, és szó szerint úgy válogatták össze a csapatot, tehát nagyon aprólékosan mindenre gondoltak. És én azt gondolom, hogy ezek alapján Yatesnek a győzelme az most realitás. Tehát ez a 4-es, 5-ös odds, amit kínálnak rá, be abszolút van érték. Azt hiszem a dobogójára ilyen 1,83 környéke van, vagy 1,75, már nem tudom pontosan. Ez szerintem a minimum tőle. Tehát, hogy itt neki most dominálnia kell, mentálisan ott kell lennie végig, és hogyha ezt megcsinálja, akkor simán meg fogja nyerni a Giro-t, mert annyival jobb formában van, mint a többiek. A másőre. Igen, tehát ugye két embernek van kettes alatt az OCA a top 3-at illetően, az egyik az Bernal, a másik pedig ugye Yates. Igen. És hát ezek közül Yates éri meg Bernált, szerintem inkább ellene kéne rakni, hogy nem végez. Tehát én azt látom, hogy őnála nem érződik az, hogy fejben ott lesz végig. És akkor ki az, akire még érdemes tenni a dobogó szempontjából? Hát Mikel Landa például az egyik. Tudom, ő ilyen nagyon ilyen nem szeretett sportoló, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy ő sok csapatban ilyen nem kedvelt személy volt, de már az látható, hogy mióta a Bahreinben van, azóta tényleg összekap magát, meg jól versenyez, meg tényleg rendben van fejben is. És az, hogy tavaly negyedik lett, az szerintem amiatt van csak, hogy ugye Port óriásit ment a végén, de ott nála inkább a dobogó volt a realitás már, mint Landánál. Erre azt hiszem most a Giron 3,75-ös szorzó van. A sportigazgatója Stange ugye elmondta, hogy nagyon sokat készültek a Giro-ra, a csapata rendkívül erős, tehát Caruso és Bilbao nagyon jók, akár ők maguk is top 10-ben zárhatnak. Tényleg én azt látom, hogy a Bahrein az komolyan készült erre a Giro-ra. Landa, hogyha azt hozza, amit mondjuk a felkészülés során, akkor szerintem ez egy harmadik hely szinte biztos. És akitől még várnék egy dobogót, és szerintem ez lesz a meglepetés, az Hugh Carty lesz. Mert ő ugye tavaly a Vuelta-n jól ment, ez a Giro most nagyon fekszik számára, mert ugye rengeteg a hegy, az időfutam az kevés, hát mindenki annyira nem jó, mármint a krónóban annyira nem jó, és ő a hegyeket nagyon jól bírja. Hogyha ugyanannyira rendben lesz, mint tavaly a Vueltán, akkor szerintem második hely simán benne van nála. Az ő szója ugye most erre a top 3 a 4,33. Így van, és nála így azt érzem, hogy például az 1,33 a top 10-ért, az szinte biztos szorzó. Tehát az szerintem óriási meglepetés lenne, hogy ő nem lenne ott a top 10-ben. És akkor a top 10 kapcsán még nem tudom, hogy ki az, akit érdemes lenne megemlíteni. Azért nem, mert például Vlaszovot ugye mindenki mondja, hogy top 10-ben lesz, azt hiszem rá a legkisebb a szorzó. Ilyen 1-20, de ebben semmi érték nincsen például. És azért nincsen, mert Vlaszov borzasztóan hektikus, még csak ilyen 1-7-es versenyző inkább, mint 3-7-es. Amikor nézegettem itt az odds-okat, nekem az jutott eszembe, hogy az Evenepoel szága az igazából mennyire helytálló. Mert ugye én is olvastam amúgy, hogy ugye segíteni fogja Almeidát, az Almeidát, ugye, akit jóval magasabb otthon adnak, de ez itt a nagy kérdés, hogy mennyire lehet ezeknek hinni. Azt gondolom, ugye, hogyha jól tudom, akkor ő 0 kilométerrel érkezik a Giro-ra. Tehát pontosan. Azért azt így a kerékpársportban nem tudom elképzelni, hogy 0 kilométerrel egy igen komoly sérülésből ő Giro-t nyerjen. Ezt szerintem nagyon jól látod, erre szerintem esélytelen, hogy viszont, ő nyerjen. Viszont le is nyilatkozta, de a piac nem hisz neki. Azért, mert egyszerűen akkora
tehetség, hát amekkorát még nem látott a sporták. És ezt amúgy sokszor így félreértelmezik, például Jakobsennél is, mikor a török körversenyen visszatért, ott volt az esélyesek között, pedig elmondta így, hogy ülni nem tud, meg semmit nem tud, és mégis azt tartották, hogy ő az esélyes. Hát azt hiszem az első szakaszon. És aztán valami megérkezett 120. hely környékén. Igen. Úgy említettem neked az adásodat, hogy kötöttem egy fogadást, de nem mondtam meg, hogy mit. És a fogadásom az volt, hogy Evenepoel nem nyer a Giron. Mármint, hogy szedett első nem lesz. És én ezt a betfelentettem meg, tehát ugye ez egy léjfogadás volt a győzelmére. És én még 7-es szorzón tettem meg, de azóta gyorsan most megnéztem, mikor elkezdtük az adást, és látom, hogy már csak 5,9. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek viszont épp, hogy Evenepoelt kezdték el pakolni. Mert hogy annyira hisznek benne. De azért, hogyha jól tudom, akkor neki medencecsont törése volt? Is, meg még ezen kívül jó párfajta sérülése, és hát medencecsont törésből ugye igen. Beloki épült igen, volna pont, föl, pont hát ugye neki mondani, nem sikerült. Nekem egyből ez jutott eszembe, hogy ugye Belokinak volt az az emlékezetes esése, amikor Armstrong átvágott ugye ott a kis dombon, és ő ugye abból pontosan. Igazából sosem épült fel, mert utána sosem tudta már azt a stabil kerékpározást hozni. Így van, és neki aztán utána véget is ért a karriere, de hogy mondok egy frissebb példát, Chris Froome tavaly előtt, ugye hát a medence sérülés, és azóta ugye sehol nincsen. Én nagyon sajnálom őt ebből a szempontból, de tényleg sehol nincsen. És nem gondolom, mondjuk Evenepoel fiatal, meg azt mondták így, hogy nagyon jó a csontszerkezete, meg minden, de neki szerintem még idő kell. És Almeida kapcsán pedig azt akartam mondani, hogy Almeidának viszont a dobogóra tavaly megmutatta, hogy egy viszonylag könnyebb Giron is el tud szállni a hegyekben. És ez az idei Giro, hát ez számára katasztrófa lesz, hogyha nem kapja össze magát. Ami amúgy a head-to-head piacot illeti itt az összetetnél, azért szerintem voltak itt jó szorzók, meg jó ajánlatok. Ugye az egyik ilyen a Vlasov Landa volt, ahol ugye Landára egy 90-es szorzó van, az szerintem ajándék, de tényleg. Tehát, hogyha itt Landa fejben egyben lesz, akkor ez nála top 3, de legfeljebb top 5. Még Vlasovból, hát nem tudom, tehát azt hiszem harmadik GT-je lesz, ugye az elsőn ugye nem is ment végig. Vueltán 11. lett. Én nem tudom, hogy esetleg egy top 10, de inkább hektikusabb. Akkor akinél még úgy gondoltam, hogy megéri az a Dan Martin-Carty páros, oké, hogy Cartyra 1.30-60, de Dan Martin pocsék. Tényleg pocsék. Én nem tudom vele, mi történt, mi esett szét nála, de aki az Israel Cyclingba megy, az esküszöm, az szétesik. Teljesen, darabjaira. Mit gondolsz, hogy ki lesz az, aki itt a leggyorsabb lábú lesz a mezőnyben? Hát attól függ, hogy mikor nézzük a verseny elején, akkor Caleb Ewan. Ugye Ewan lenyilatkozta azt, hogy idén mind a 3 GT-n szakaszt akar nyerni, valószínűleg a Giron az első 5 szakaszt megtolja, abból az egyiket be fogja húzni, nagy valószínűséggel, mert ez a mezőny, hát ez rendkívül gyenge. Nizzolo, Sagan vagy Grönevégen lehetne az ellenfele, de hát ugye Sagan most egy szerződésért megy, és azért, hogy megszerezze a pontrikót, hát ami szinte biztos. Azt hiszem, ilyen 1.80-1.60 környéke van rá, de ezt most 160. Így mindjárt megnézem meg fejből. Na, 1.60-60 rá, hát azért szerintem bőven megéri, mert ő ugye nagy valószínűséggel ott hagyja a borát, és most van abba a stádiumban, hogy kialkudjon egy jobb szerződést. Elmondták azt, hogy őnála a prioritás a pontverseny első hely, elmondták azt is, hogy a második, harmadik héten egy szakaszgyőzelem. Ez szerintem benne is van. Elvileg ellenfele lehetne Nizzolo, csak ugye az a baj, hogy Nizzolónál ott van az is, hogy ő is megy a Tour de France-ra, fogja végtolni ezt a Giro-t, már csinált ilyet pár éve, szerintem megpróbál egy-két szakasz nyerni, hogyha ez nem sikerül, akkor elengedi ezt a versenyt. Még Tim Merliért, mint Sagan ellenfél, erre az 1.66-ra szerintem ez nem realitás, tehát Merlier nem rossz sprinter, de ő inkább ilyen második kategória. Oké, hogy bírja a hegyeket úgy, mint Sagan, de nem gondolnám, hogy ő erre rá fog menni, erre a pontrikóra. És akkor ott van még két sprinter, egy csapaton belül, ugye Grönevégen és Dekker. Grönevégennel az volt a probléma, hogy ugye ő volt az, aki fellökte Jakobsent, ugye meg volt az eltiltása, most érhet vissza. Hát a mezőnyben konkrétan egy ilyen gyűlölet van már ellene.
Nem tudom, hogy ő tényleg fejben ott lesz-e, illetve ha ott lesz, akkor lesz-e, mersz-e jól sprintelni. És itt jöhet szóba David Dekker, aki egy ilyen friss tehetség, és azt gondolom, hogy David Dekker kapcsán, hogyha kibírja az első két hetet, akkor van esély arra, hogy ő behúzzon egy mezőnyhajrát. És erre azt hiszem 6-50-es szorzó van. David Dekker nagyon gyors, tehát ilyen szembenet szintű gyorsasága van. És oké, hogy lehet, hogy Juven nem fogja megverni a legelején, de hogyha rá fog építeni a Jumbo Visma, akkor szerintem nyerhet egy hajrát. Szegán az 1.66 nekem kicsit olyan alacsonynak tűnik azért, nem? Inkább azért egy pontrikóra olyan kettes szorzót el tudnék fogadni rá. Hát így van, az tényleg sokkal jobb lenne, csak egyszerűen itt akkora az érték benne, hogy mármint úgy értem, nem akkora az érték, hanem hogy tényleg annyira biztos, hogy ő fog nyerni, csak akkor nem fog ő nyerni, hát hogyha nem megy végig. Tényleg, tehát minden más esélyes. Az a helyzet, hogy hiába van sok hegy szerintem, annyira, még talán Simon Yates az, aki közbeszólhatna, csak nem tudom, szerintem, ahogy így olvasgattam az interjút, nekem az jött le, hogy most jóval megfontoltabb, mint mondjuk 2-3 éve. És lehet, hogy nem fog rámenni minden szakasz, nem akar majd mindig nyerni a hegyekben, stb. És Sagan azért most küzd, mert ugye tavaly a Tour de France-on elbukta a pontrikót, és az egy akkora száka benne, hogy neki most már kell a sikerélni. Oké, fiatalok. Oké, jöjjenek a fiatalok. Igazából nagyon hasonló a piac, mint az összetetre. Ebből az látszik, hogy azért eléggé megfiatalodott itt az élmezőny. Igen, így van, tehát itt tényleg szinte ilyen, most végignézve a listán, aki a top 6 esélyes, azok közül 4-en benne lehetnek az első 10-be. Sőt, hogyha úgy van, akkor Bernal is például. Tehát ennyire jó a piac. Én azt mondom, hogy Bernalban 2.75-ért nincs érték, Evenepoelban 3.75-ért nincs érték, Vlasovban sincsen, akire én raknék, az vagy Hindley, vagy Almeida 10-es szorzón, esetleg Sivakov. Mert ugye azért tavaly is látható volt, hogy az Ineos váltott, és megnyerték a Giro-t egy fiatallal. Tehát azért ez benne van az Ineosban, hogy most is, hogyha úgy van, akkor váltanak Sivakovra, és ő azért tud jól menni. Én ezt gondolom, nem tudom, te hogyan látod, hogy mekkora érték van ezekben a piacokban. Szeretem azt, amikor így ilyen széles skálán azonnak az értékek. Tehát hát Bernánál ugye most tényleg ez eléggé lutri. Azt mondta, ugye, hogy jó számokat hozott, de tényleg, hogy most a hátával mi lesz. Azt gondolom, hogyha a hátával baj lesz, akkor nem fog végigmenni a Giron, hasonló lesz akkor, mint a Touron. Evenepoelről már elmondtam a véleményemet. Hindley 10-ese igazából tetszik, mert láttuk, hogy azért neki fekszik a Giro, illetve azt mondta, sok benne a hegy az idei itinerbe, igazából azt is láttuk, hogy az is fekszik neki, az időfutam kevésbé, de abból meg kevesebben. Szóval Hindley 10-es ott nekem tetszik. Nem tudom, azt látom, hogy itt Walter és Dina is megvan jelölve, de azért Walterre valószínűleg nem mennék rá a 251-es szorzon se. És mondjuk egy head-to-head-ben azért rámennél a tippére, Gossens ellen? De megmondom, fogalmas is ki az a Gossens. Hát ő mondjuk nem annyira jó a hegyekben, mint Ati, de hogyha Ati komolyan veszi a versenyt, akkor az 1.66 azért hát, az lejöhet. Itt az a lényeg, ugye, hogy Attila ugye lenyilatkozta, hogy szakaszokra fognak rámenni, és ugye ez azt jelenti, hogy azért valószínűleg leszek olyan szakaszok, amikor majd megjönnek valami hátsó gruppettóval, de tavaly is ugye az összetetben azért figyelembe vette ezt. Hát ez amúgy jó ötlet, és még van még egy, a Vlasov-Hindley páros, ott Hindley 2.62-ért, hát szerintem abban van érték. Tehát, hogyha van úgy, hogy mondjuk nem akarsz rárakni 10-es szorzón, akkor szerintem 2.62-ért az jobban megéri. Többiben én nem látok akkora értéket, tehát ilyen Almeida-Sivakov páros az abszolút lutri. Nem kell most már sokat várnunk arra, hogy akkor a Giro elkezdődjön, én már két magyarral létszámban. Remélem, mert is várjátok. Remélem emellett, hogy ezért tudtatok valami hasznos tippet is kapni így az elmúlt pár percből. És akkor mindenkinek jó zsíronézést, meg jó fogadást hozzá. Sziasztok!